Jó estét kívánok! Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök a 60-i Polgári Szalon következő programján. Kedves vendégünk Tóth Gabi művésznő, énekesnő, aki elfogadta meghívásunkat, és nagy örömmel látunk itt, Gabi, hogy itt vagy velünk együtt. Isten hozott. Köszönöm szépen. Megszoktuk már azt, hogy jön egy kedves vendég, és mindig arról szeretnénk kérdezni, hogy mi van a televízió síkja mögött. Az embert szeretnénk bemutatni, honnan indult, hogy jutott oda. Én úgy gondolom, hogy aki itt van a teremben, mindenki felnéz rád, és mindenki csodálja azt a szép ívet, amit itt a szakterületen az elmúlt időszakban elvégeztél, leírtál. Picikét beszélni a gyerekkorodról, hogy egyből úgy születtél, hogy már énekel nevekezted az életedet? Hogy volt ez? Egyrészt azért még visszakapcsolnék, hogy nagyon megválogatom most már, hogy milyen felkérésekre mondunk igent, és ez nagyon ritka és nagyon szimpatikus, amikor az ember média karaktere mögé szeretnének látni, és az önön valós történetét meghallgatni, úgyhogy köszönöm a befogadást és a nyitottságot. Hát a gyerekkorom az nagyon boldogan, mondhatni átlagosan, telt egy kisvárosban, a Káli-medencében, Balatonfelvidéken, Szentgyörgyhegyen nőttem fel. Igazából tapolcai vagyok, de az édesapámnak az anyukája a Cuni mama, akit nagyon szeretek. Ő raposkai volt, és a Szentgyörgyhegyen született, ott nőtt föl, és igazából már egészen kisbabakoromtól kezdve ott a diófa alatt játszottam, és emlékszem, amikor felébredtem a délutáni alvásokból, az valami fantasztikus volt. Tehát, hogy egy olyan légkörben nőhettem fel, egy olyan értékrendben, ami aztán később a felnőtt koromra vált igazán fontossá, és nyert értelmet. Úgyhogy, de teljesen átlagos kis szerény családban, persze nagy családban, együtt a mama, rokonok, mindenki, tehát hogy én annak úgy is érzem a biztonságot a mai napig, hogyha így együtt vagyunk, sokan vagyunk, abszolút. Ételekre emlékszel? Gondolom nagymamát finomokat főzött. Mi volt a kedvenced? Hát nyilván az édességek, mint minden gyereknek, de a madártejjel kiidegeltem a mamát, tehát állandóan madártejet kellett nekem főznie, de tyúkfarmunk volt, és 1500 tyúkot tartottunk, és nagyon sokat segítettem a nagypapámnak. Én ott már egészen pici koromtól kezdve bedolgoztunk, vagy a szőlőben metszettünk, tehát ezek nekem például egyáltalán nem távoli dolgok. Az volt a furcsa, hogy ezt mások nem művelik, amikor feljöttem nagyvárosba, tehát az annyira a természetes közegünk volt, hogy segítünk már akár 5-6 éves korunktól a nagyszülőknek, hogy tehát ez nekünk egy ilyen élmény volt, egy program volt, úgyhogy rengeteg csirkepörkölt volt emiatt, meg mentem a mamával a piacra, és akkor árultuk a tojást, tehát hogy ez így nekem a legszebb gyermek évek voltak. Izgága gyerek voltál? Volt zsiványság, amit akkor mire emlékszel legkedvesebb emléként? Hát szegény anyukám, igen, most, hogy anya vagyok, már megértem, hogy azért mennyire kemény lehetett az, hogy egyszerűen nem tudtam megülni a fenekemen, és állandóan menni akartam, meg érdekelt a világ, érdekelt a természet, mindent szerettem volna megtanulni, látni. Kedves emlékeim vannak, hát nem is tudom, melyikkel kezdjem. Talán az egyik az, amikor egy elég ijesztő történetnek tűnhet. Karácsony napján elmentünk kirándulni az erdőbe, és nagyon nagy hó esett. Elég jól ismertük az erdőt, de hát a nagy hó miatt nem tudtunk tájékozódni, és beazonosítani, hogy merre vagyunk, úgyhogy jól eltévedtünk. És hirtelen egy ilyen Narnia-szerű világba keveredtünk, és hát hozzá is fantáziáltunk mindenfélét, ugye a gyerekek általában milyenek. És pont estére átfagyva értünk haza, amikor ott az otthon melege várt minket a finom ételekkel. Szóval ez egy fantasztikus élmény volt, és az, hogy a hitünk, meg a kitartásunk, az erőnk, ahogy ott gyermekként eltévedve nem megijedtünk, hanem tudtuk, hogy valahogy haza fogunk jutni. És ez volt az első ilyen nagyon meghatározó élményem, igen. Erős töltés az ilyen, amit így hozol magad a gyerekkorodból. Hanna Rózának mennyire tudod ezeket átadni, hogy mennyire tudod neki elmondani, hogy milyen szép világ van?
Én igyekeztem már kisbaba korában is, beszélgettem vele, mert nagyon hiszem azt, hogyha még úgy pontosan szóról-szóra nem is érti, de érzi, és kialakul egy ilyen kötődés, egy olyan biztonságérzet, amik aztán ilyen nagyon erős gyökereket tudnak ereszteni. És én azt érzem, hogy elég jó úton haladok, hogy minden olyan értéket vagy szép élményt átadjak neki, ha más nem, akkor megmutassam neki, mert most már így, hogy 4 éves, azért tudom vinni, és olyan élményekkel tudunk gazdagodni, és én magam is újra élhetem a gyermekkori élményeimet, tehát ez az egyik nagy csoda, abban, hogy az embernek gyermeke születik, hogy újraérjük a saját gyermekkorunkat is ezáltal. Azért azt így mindannyian tudjuk, hogy a fellépések, a programok azért nagyon lekötnek, és gyakran kell menned. Nehéz összeegyeztetni, hogy otthon is legyél a kislányoddal, meg azért eleget tegyél annak is, hogy mész mindenfelé. Hát igen, amikor nyilván az ember választ egy ilyen szakmát, ami elég ciklikus, nyilván vannak időszakok, amikor nyáron rengeteget megyünk, és ilyen hullámokba jönnek így munkák, akkor nagyon keveset vagyok otthon, és akkor utána vannak hetek, hónapok, amikor viszont nagyon szerencsés a kislányom, mert ott vagyok vele. Tehát ha megnézzük azt, hogy tényleg egy ember bemegy, és minden nap dolgozik, és a gyerek is 4-5 programja van, mindenféle edzések vannak, hullafáradtan hazaér a család, és nagyjából 1-2 órát tudunk együtt lenni a gyerekünkkel, aztán indul a nap. Ehhez képest én nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy vannak olyan hetek, amikor viszont töményen együtt vagyunk. Isten adta adottságot van, ezt tegyük hozzá, és ez a legfontosabb talán. Én volt szerencsém emlékezni arra, hogy először a Vera tűnt föl, és utána egyszer csak jöttél, és hihetetlen, mint egy szikra, mint egy csillag lecsapódtál. Honnan jött ez az éneklés szeretete? Van a családban más, aki zenével foglalkozik, aki énekel? Honnan jött ez a tehetség? Én azt hittem gyerekkoromban, hogy mindenki tud énekelni, és ez nem egy különleges adottság, mert hogy anyám is jól énekel, apám is szépen énekel, nagyapám az muzsikus volt, tangóharmonikán és dobon játszott, és zenekara volt, anyai ágon a nagymamám pedig színházban játszott, illetve néptáncolt. Sokan jártak a dédpapámhoz gyűjteni például népzenéket Nemest Vitára, ő hegedült, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert hogy így örökölhettük tőlük ezt a vénát. Én egyébként engem inkább a mozgás, a tánc érdekelt, ami mellé jó volt, hogy énekelni is tudtam, mert a tánchoz, főleg a néptánchoz, amit én elég korán elkezdtem, ahhoz tök fontos volt, és ezáltal olyan szerepeket, vagy olyan szóló táncokat is megkaptam, amit más már mondjuk 15 éve várt rá, mert szépen tudtam énekelni. De hogy így abszolút a velünk együtt volt a zene gyerekkorunktól kezdve, tehát apám is állandóan mondjuk ő kiidegelt engem az abbával, nagyon szerettem most már egy felnőtt koromra, de állandóan Bakeliten abbát vagy Boniemet hallgattak, és az anyám volt az, aki először, amikor az István a király rockoperát feltette, és akkor így fényt kaptam, hogy úristen, micsoda erő, micsoda ez az egész rockzene, a népzene vagy ötvöződött, és akkor így onnantól kezdve kezdtem el komolyabban foglalkozni, ez így nagyjából 5-6 éves koromban. Az energiát érezzük benned is. Egyébként gyakran vagyunk úgy, hogy megállunk egy szép festmény előtt, nem tudjuk miért, de valahogy belénk ég, belénk épül, és csodáljuk. Ha meghallunk egy hangot, csodáljuk. Tudjuk, hogy nem tudjuk leképezni. Én a szabad egy párhuzamot hagyvonjak, Bényeini Gizikenén próbált az énekzenére tanítani. Az elméletet még megtanultam, nem énekelni nem tudtam, viszont csodálom a zenét, a művészetet, tényleg ez egy pozitív dolog. Fiatalon léptél be a Megasztárba ténylegesen. Beszélnél erről a korról, hogy hogyan élted meg ezt, hiszen ha jól emlékszem, 3. és a legjobb női szereplő lettél ezen a versenyen, azért az nagy dolog volt nagyon. Hát nagyon megváltozott az életünk. Egy kisvárosból, Tapolcáról, ahol az ember mindenkit ismer, Veszprém volt a fővárosunk, tehát hogy nagyjából Veszprémen túl nem is nagyon jutottunk el, én Pesten sem jártam előtte, tehát hogy akkor voltam először Budapesten, amikor a Megasztárba mentem föl,
és hát hirtelen belekerültem egy olyan világba, ami egyszerre nagyon tetszett, de borzasztóan ijesztő volt. A nagyváros, az embereknek a mentalitása, szóval, hogy olyan, mint amikor Zsákos Frodo így Megyerből így egyszer csak így elkerül egy ilyen nagy sötét helyre, és így próbálja találni a biztonságot és a színeket. Én azért egy picit ezt nehezebben éltem meg. A tesóm érdekes, hogy nagyon könnyen aklimatizálódott így a nagyvárosban, pedig azt gondolnák, hogy ez pont fordítva lenne, mert hogy ő azért egy kicsit visszahúzódóbb, nem? De hogy nekem nehezebb volt, és én nem is költöztem fel Pestre még az első másfél-két évben. Én vonatoztam 4 órákat haza Tapolcára, meg vissza, csak hogy otthon lehessek, mert annyira nehezen hagytam otthon a vidéket. Aztán nyilván, ahogy egyre több munkánk lett, és a Megasztárba bekerültem az élő showba, akkor tudtam, hogy innentől kezdve ez nem fog már máshogy működni. De nagyon szép élmény volt. Nem akarnám ennyire, ha tudatosabb fejjel indulnék, akkor most szólnék annak a kicsi Gabikának, hogy nyugodjál meg egy kicsit, és várjál még egy pár évet, tanuljál, éljél, nem kell mindent ennyire korán elkezdeni. Viszont ha meg nem így alakul, akkor lehet, hogy nem így történik az életutam sem, mert hogy már 20 éve vagyok benne, ez lassan 20 éve volt a Megasztár, igen, 1 év múlva, és közben nagyon sok szép élmény, de nagyon sok hirtelen csalódás, megfeleléskényszer, folyamatos médiában ezek a támadások, már akkor is a bulvára, hogy így mindenféle hülyeséget kitalált, ezeket így kezelni, meg otthon állandóan magyarázkodni a családnak. Ezek azért beleívódtak az emberbe, ez nagyon nehéz volt. Nehéz volt a barátaim, hogy így, na mi van, már sztár lettél, már biztos, akkor szóba se állsz velünk, és akkor én, de hogy vagyok sztár, vagyok Tóth Gabi vagyok, én vagyok az, mert velem nőttél fel, velem focisztál. Tehát, hogy igen. Mert nagy focis voltam egyébként, ki gondolta volna. De hogy nem változtam, ennek ellenére ugye mégis ez a változás sok más emberben egy teljesen más szemszögből közelítettek hozzám, és ezeket nagyon nehéz volt megélni. Emellett nagyon sok csodálatos dolgot kaptam a műsortól, de inkább akkor volt érdekes, amikor ennek az egésznek vége lett, és elengedték a kezünket, aztán hát kezdjél ezzel az élettel, amit akarsz, drága leányka, 17 évesen, és onnantól újra építkezni, az volt a nehéz. Volt olyan, hogy minden nap kellett testre menned például? És tehát minden nap vonatosszál? Jó, 2 naponta, mert a Vera már itt lakott Pesten, és akkor volt, hogy amikor korán kellett menni, akkor egy éjszakát ott aludtam nála, de azért ilyen 2-3 naponta folyamat vonatoztam haza, igen, Tapolcára. Szokták mondani, hogy kétféle ember van, az egyik az éjszakai bagoly, tehát sokáig föl tud lenni, a másik meg hajnalba szeret fölkelni. Te mely típus vagy? Hát a szakma rákényszerített, hogy hajnalban érünk haza ugye egy fellépésről, amikor rengeteget mentünk még a Tihivel, aki nem szereti a figyelmet, úgyhogy nem mutatok rá, hogy ki. De hogy ő is már lassan 15-16 éve velem van, és akkor azért volt olyan, hogy hajnali 4-kor érünk haza, és az egy ember átbillen. De most már azért én igyekszem a saját időmet beosztani, és azért tök fontos, hogy a gyerekkel felkeljek, és elvigyem a óvodába például, mert az milyen már, hogy anya alszik, mert 4-kor ér haza. Úgyhogy azért így igyekszem hajnalba kelni, nagyon szeretek korán kelni. Akkor még csend van, még nyugalom. Na, és mennyi ideje van az embernek egy napban akkor, hogyha fel kell korábban? Tudod, hogy egész életünkben egy célunk van, egy harmóniára törekedni. Az őszi nap lemenő fényébe, kellemes napos helyen egy nagy fa alatt ücsörögve egy jó kávét, egy jó teát szűrcsölgetni. Csak erre az egy dologra törekszünk. Hát nem tudjuk, hogy elérjük ezt. Vagy ilyen borászatból, nagypapám nagy borász volt ott a Szent Györgyhegyen, úgyhogy egy jó fröccs is jó ott a diófa alatt. Ezt csak azért mondom, hogy beszélgettük épp kollégákkal, hogy annyira szép ívre föl van építve a teljes karriered, tehát látszik az a tudatosság, az a kitartás, az a munka. Az elmúlt 20 évben csak ezt láttuk, csak ezt tapasztaltuk. Úgyhogy köszönöm. Jó, ez igazán, mert hát nem mindig a valóság jelenik meg, és nagyon örülök, hogyha vannak emberek, akik a belefektetett energia és a művészeti részét is tudják értékelni, vagy főképp arra helyezik a hangsúlyt, úgyhogy köszönöm szépen nagyon. Csak a munka számít. Igen, abszolút. Annak van értelme. Az első elismerésed 2005-ös, legjobb női hang.
Mit akart ez, vagy hogy? Ki választott? Hogy állt össze ez a zsűri, vagy mi alapján lett ez? Emlékszel még rá? Fogalmam sincs. De azt mondták, én kapom, úgyhogy én nagyon örültem neki. Igazából ott annyira sodródtam az árral, hát 16 éves voltam. Fel se fogtam, mi történik velem. Egyszer csak kaptam díjakat, állami kitüntetést, a kulturális minisztertől akkoriban, és hát nem is értettem, hogy én mit keresek itt, most ezt tényleg én kapom. Hát mindig eszembe jutott a mama, amikor együtt énekeltünk. Hát mondom, mama, nézd meg, ezért már díjat adnak, tehát ez milyen menő. Szóval, hogy még akkor annyira más kép, vagy nem tudom, mi mindig ilyen földhöz ragadtabbak voltunk, tehát ezt a szüleimnek is nagyon hálás vagyok ezért, mert a szó nemes értelmében a civilséget nagyon megtartottuk, és nekem ez nagyon fontos volt, hogy az átlagos felfogásomat, az életemet, hogy én egy normális élő ember vagyok, azt ne vigye el ez az egész show business, mert nem szaténköntösből mászok ki az ágyból, ahol a mindenféle dadusok, meg nem tudom kik hozzák be az ágyba a kávét, hanem mi élünk, és ugyanúgy szeretem megélni azt, hogy elmegyek a piacra, és beszélgetek emberekkel, kapcsolódni az emberekkel valóságban, főleg amióta ezek a hülye közösségi médiák vannak, és mindenki kommentel össze-vissza, és nem tudunk egyszerűen személyesen találkozni, azóta meg még nagyobb értelmet nyert az, hogy jó elmenni a piacra, és beszélgetni a hentessel, vagy bárkivel, nagyon szeretek tényleg. Hát ez ugye az egész alkalmazkodó képesség, ha belegondolok, hogy nekem mondjuk 16-17 éves koromban azt mondta volna valaki, hogy na menj a nagy világba, aztán állj helyt. Hát néztem volna nagyokat, de hát hála az énnek, hogy neked ez jól sikerült, és tényleg le a kalappal. Nem volt könnyű. Az első önálló albumodra visszaemlékszel, amikor megjelent? Hogy nem lékeznék. A Fekete Virág című album volt, amit nagyjából vége lett a Megasztárnak, és kaptunk rá 3 hetet, hogy egy albumot kiadjunk. Mondtam, hogy hát 3 hét alatt maximum egy dalt hozunk össze, nem egy egész lemezt, ami 14 dalból áll. De aztán jött az életembe Szabó Zé, aki azóta is a zenei producerem és a szerzőtársam, és hát összerittyentette nekem egy olyan szerzőbrigádot, a legprofi zenészeket hozta a lemezre, szövegírókat, hogy aztán létrejött az album. Ami a szívfájdalmam, hogy én ebben nem nagyon éreztem saját magamat. Tehát itt össze lett rakva egy zenei album, amit én oda mentem, elénekeltem, de valahogy nem tudtam vele kapcsolódni. Viszont az, hogy nekem Tapolcáról a Magneoton Warner kiadja a lemezemet, és saját albumom van, amin az én dalaim vannak, azt mondtam, hogy jó, van, kit érdekel, hogy az én stílusom, hát ki mennyien vágynának egy albumra. Persze ez is a fiatalságomnak volt még akkor egy ilyen hátránya, vagy előnye, ki tudja. De aztán nyilván utána jöttem rá, hogy mennyire jó, amikor így művészként csatlakozhatok abba, amit kiadnak velem kapcsolatban. Úgyhogy az egy ilyen tesztalbum volt, ami egy picit ahhoz is hozzásegítette az embereket, hogy valami olyan ér szerettek meg, vagy olyan zenei stílusért, amihez nem is nagyon tudtam kapcsolódni. Úgyhogy onnantól kezdve jött a nehezebb időszak, hogy ebből valahogy ki tudjak törni, és meg tudjam mutatni, hogy mi az, amit én valójában igazán szeretek. Az első kis lemezeddel együtt, ha jól emlékszem, egy videóklip is készült. Ez ugye megint egy teljesen új világ. Hogy megy ez, hogy tényleg igaz, hogy ezt többször leállítják, újra kell ott lenned? Mennyire megy ad hoc, mennyire megy azonnal, mennyire kell fölkészülni egy ilyen dologra? Hogy készülnek ezek a klipek? Nagyjából annyit elárulhatok, hogy mire leforgatunk egy videóklipet, addigra megunom a saját dalomat. Tehát hogy konkrétan az történik, hogy annyiszor megy le, hogy egy nap, tehát volt olyan, nem is tudom, 18 órát is forgattunk, és a Tapolcai Tavasbarlangban jéghideg vízbe lubickoltatott az indián a kliprendező, tehát mondjuk velem nagyon extrém dolgokat megcsináltak, mert én bírja az saválló ez a Tóth Gabi, úgyhogy beledobhatjuk mindenhova. Szóval, hogy nem voltak könnyű helyzetek, de így ezáltal születtek aztán nagyon szép klipek, amikre én őszintén nagyon büszke vagyok a legelső klippemtől az utolsóig. Nekem az mindig fontos volt, hogy nagyon igényes vagy mély tartalmú klipeket hozzunk létre.
Úgyhogy az egy nagyon-nagyon nehéz munka, egy videoklip forgatás, például most itt a Szeretni jöttem, az is azért ott a hidegben nagyon sokszor, hát van, hogy egy ilyen jelenetet körülbelül lehet, hogy egy másfél órát veszünk föl, csak egy, amíg itt elsétálok, azt fölvesszük mondjuk 25-ször legalább. Tehát, hogy azért ezek nagyon nehezek, de aztán a végeredmény mindig nagyon-nagyon jó érzés látni. Ez egyben üzenet a jövő nemzedékének is, hogy ne gondolják azt a fiatalok, hogy agyrom azonnal van, azért dolgozik. Igen, azért is beszélek így egy kicsit a negatív oldaláról, és akár a Megasztárnak, tehát nem azért, mert nem vagyok hálás azért, ami velem történt, hanem mert szeretném, hogyha ha a kedves hallgatók is, akik itt vannak, így főleg a fiatalok fele is, hogy akik mindenki azt gondolja, hogy ez csak a csillogásról, vagy arról szól, hogy itt nagyon sok pénzt keresnek, benne vannak a tévében, szép ruhákba járnak, hogy azért ez iszonyatosan megterhelő, és nem elég a tehetség hozzá. Szóval, hogy nagyon sok énekes láttunk, vagy tehetséges zenészt, aki nem bírta el mentálisan ezt a szakmát. Tehát ez nagyon sok összetevőből áll, hogy az ember erre képes legyen, jó helyre tudja magába tenni a dolgokat. És talán az a fajta jó értelembe vett egyszerűségünk, amit hozunk, segített minket ehhez, hogy nem kell mindent annyira túl, vagy ne érezzük ezt, hogy sztárok vagyunk, vagy ne higgyük el azt, ami van, hanem Isten ajándékáként tekintsünk arra, hogy ez egy tehetség, amit kaptunk fentről. Nagyon nehéz megtanulni azt, ezt én magam oldaláról is tapasztalom, de nyilván te is tapasztalod, hogy este bármilyen fáradt vagy, bármennyire is leülsz, reggel fölkelsz, belenézek a tükörbe, na akkor menjünk. És hogy ez a megújulás, hogy ezt feldolgozni belül nem egy könnyű dolog, ez így van. Hát igen, főleg az elmúlt években azért nagyon komoly dolgokon mentünk keresztül, a családom is nyilván, amik megjelentek akár, és hogy mindig a nap végére hát, voltak olyan napok, amikor nagyon szomorú voltam, és azt mondtam, hogy abba hagyom az egészet a francba, én nem kilódok ezzel, én csak azért csináltam ezt az egészet, hogy énekelhessek, zenélhessek. De aztán ez, amit mondasz, nagyon fontos, hogy ahogy reggel kinyitom a szemem, és megmosom az arcom, kitisztul újra a világ, új lap, új nap indul, bármilyen nehéz volt előtte, mindig kapunk egy új esélyt Istentől, ha kinyitjuk a szemünket, akkor még élünk, és létezünk, és levegőhöz jutunk, akkor addig van új esélyünk mindent újra kezdeni, és akár az életben szerintem. Főszereplő voltál egy valóságshowban a stábban. Mennyire más világ? Teljesen új volt? Nagyon élveztem. Az volt az első olyan, amiben ez a Viva TV-n ment, és egy zenei valóságshow volt. Az volt a lényege, hogy ilyen kis fiatal zenészek, az Anti-Fitness Club zenekar, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, Molnár Tomi, a Márk, aki egy ilyen nagyon kis bongyorhajú, tehetséges fiú volt, és Linda, benne voltunk, és hogy összehozunk egy albumot, és keresünk hozzá, meg videoklipet rendezünk, és ez tényleg így mi szereplői voltunk ennek a történetnek, és egy másik szemszögből is beleláthattunk a szakmába, például, hogy milyen egy klipet rendezni, vagy milyen, amikor a zenészek stúdióznak. Úgyhogy nagyon kalandos volt, főleg a második évad, amikor eljuthattam Ausztráliába, Queenslandbe, Cairnsbe, egy kis városban tölthettünk majdnem egy hónapot. Az egy fantasztikus élmény volt az, hogy hozzáteszem, az első repülőutam Ausztráliába vezetett. Nem az, hogy elmegyünk így Frankfurtba, vagy valahova Londonba, egy ilyen kis másfél-két órás útra. Menjünk 30 órát, repüljünk Ausztráliáig, miért ne? Hát végül is mire odaértem, már nem féltem, mert már annyira untam, hogy igazából mindegy lett volna. De hogy annyira nagy élmény például, hogy egy ilyen valóságshow megadta azt, hogy én eljuthassak Ausztráliába, és olyan élővilágot láthassak akár, olyan helyeken lehessek, amiben nem biztos, hogy részem lett volna, vagy ki tudja. De tényleg nagyon jó volt, ezek nagyon szép, tinédzserkoromnak szép élményei, mert akkor is még csak 18 éves voltam. Csak a görs ne lenne, ha repülőn az ember lábába. Azért annyit utazni, igen, az nem semmi. Igen, kemény volt. Az biztos, hogy nehéz. Nagyon sok dologgal foglalkozol, az előbb említettem, hogy sugárzod magadból az energiát. Közéletben is most nagyon sokat vállaltál és mentél. Az se egy egyszerű terület, de mentoráltból mentor lettél. Tehát olyan tevékenységeket végzel, amihez eleve kell sok energia. Ezeket te hogy látod, vagy hogy bírod?
Valahogy küldetésemnek érzem azt, hogy küldetésemnek érzem a tehetséggondozást, mert amikor mi még a Megasztárban voltunk, hát nekünk nem nagyon volt tehetséggondozónk, aki segített volna, és azt mondta volna, hogy ezt csináld, azt csináld, hanem hogy bedobtak minket a mély vízbe, aztán erígyetek jobbra-balra. És egy olyan világba sodortak minket, amiben tényleg elhittük, hogy erről fog szólni majd a szakma. És amikor jött először az X-faktor, amiben felkértek mentornak, akkor nagyon boldog voltam, mert tulajdonképpen ez az értelme annak, amit megélhettem ezáltal, hogy a Megasztárban végigjárhattam ezeket a lépcsőfokokat. Így úgy érzem, hogy maximálisan hitelesen tudtam átadni a kezdő versenyzőknek ezt a tudást, azt, hogy kell egy dalt 5 nap alatt megtanulni, vagy akár 3 dalt, mert hogy ott tényleg az van, hogy egy idő után hiába próbálunk hamarabb egy picivel készülni a versenyzőkkel, de utolérjük magunkat. És akkor például nagyon fáradtak, hogy akkor erre is egy tök jó technikát kitaláltam. Az, hogy fejlődik egy énekes ennyire rövid idő alatt csettintésre, az nagyon nagy élmény. És arról nem beszélve, hogy nekem fontos volt, hogy a lelkükkel is foglalkozzak, és elmondjam nekik, hogy ez itt, amit itt láttok, vagy itt hallotok, ez egy gyönyörű álomvilág. De majd, ami ezután vár rátok a szakmában, tehát ez tök fontos volt, hogy elmondjam nekik, mert nekünk nem mondták el. És mi tényleg abba voltunk, hogy a Megasztár az konkrétan ez a show business és a szakma, és majd erről fog szólni a 20 év. Hát nagyon nem, nagyon nem. És egyébként, ha kritikát fogalmazol meg akár a mozgásával, akár a hangjával, bármilyen kapcsolatban, elfogadják? Ha muszáj nekik, mondjuk én azért elég nyers és határozott is tudok lenni, mert ilyen kemény ez a szakma, tehát hogy egyszerűen muszáj látnom azt is, hogy képes rá, és megsértődik-e, összetörik-e ez alatt, hogyha egy kicsit erősebben, szigorúbban kap valami kritikát, de közben meg mindig próbáltam arra a harmóniára törekedni, hogy látták és tudták, hogy én hozzám mindig fordulhatnak, mert empatikus vagyok, és hogyha érzelmileg bármilyen útvesztőbe keverednek, akkor én ott vagyok nekik. Ha sorrendet kellene felállítanom a TV szerepléseid között, akkor melyiket tartod a leginkább általad elfogadott, szeretett fellépésnek? Az érdekes, mert nemrég volt egy ilyen. Persze vannak a múltban, de ez nagyon belém égett az Adam és Annának az életmű díját adóján, amikor énekelhettem a Gyöngyhajulányt, amit ugye ő írta a szövegét, és hát egy világslágert alkottak meg, ugye. És amikor ő ott ült velem szembe, és elénekelhettem a dalát, és ő meghatódott, és elérzékenyült, az nekem egy olyan bevésődés volt, hogy egy olyan pillanat, hogy ezt úristen én okoztam egy ekkora művésznek, és hogy így fel se fogtam, és egy olyan katartikus állapotba kerültem, meg egy olyan önazonosságot éreztem a lelkembe, amit nagyon ritkán éreztem tévés produkció alatt. Az nagyon szép pillanat volt nekem. Tulajdonképpen ez az a dal, amit a legszívesebben énekelsz? Van olyan kedvenc dalod, amivel bármikor nagyon szívesen? Nagyon sok ilyen dalom van, de érdekes, hogy a magyar dalokat igen, sokkal jobban szeretem énekelni. Fiatal koromban nyilván nagyon sok külföldi dallal is énekeltem és mentem, de valahogy, ahogy értem meg, és értettem meg a mondani valóját a szövegeknek igazán, akkor váltak fontossá még jobban, hogy a saját nyelvünkön szólaljanak meg a dalok, és nekem például nincs is vágyam, hogy angolra fordítassak dalokat, mert én úgy érzem, hogy olyan gyönyörű és olyan csodálatos nyelv a magyar, hogy ezt nem lehetne máshogy, nem tudom. Igen, úgyhogy abszolút magyarul bármi, ami persze mondjuk nagyon szeretem a régi zenéket, tehát én inkább régebbi zenéket hallgatok. Köszönöm a szüleimnek is ezt, hogy azért ők is általában ilyen jók is. Bonnie M-en és az abban kívül azért hallgattak jó zenét, én azt is szeretem, de azt rongyosra hallgatta apám, úgyhogy azért valószínűleg nem akarom hallgatni többet. Ezt szerettem volna megfogalmazni, hogy nem tudom ki, hogy van vele, de én akár az 50-es, 60-as évek, 70-es évek gyönyörű, dallamos, jól megírt szövegű számait is szívesen éneklem meg szívesen hallgatom. Tehát nekem az nagyon tetszik szintén ez a világ. De hát ugye mindenki más zenét szeret, ugye ebbe se vagyunk egyformák. Melyik a legjelentősebb dal, ha majd még a témánál hogy maradjak? Tehát melyik az, ami legkiemelkedőbb? Most említetted, hogy a Gyöngyhajulányt azt
nagyon jó esőzés volt elénekelni, de tudsz-e még másikat mondani nekünk, ami úgy igazán közel áll a szívedhez? Hát itt jön be a képbe a népzene, ami még nagyon meghatározó volt az életem során, és ez volt a másik, ami az első ilyen bevésődés volt nekem. Az egy muzsikás bakelit lemez, és akkor, amikor meghallottam Sebestyén Márta hangját, így megnyílt az ég, azt éreztem, és a föld is alattam, és valahogy egy olyan világba keveredtem általa, hogy bármi, amit ők előadtak, tehát egyszerűen fantasztikus volt, tehát hogy abba a korban, abba a táncház mozgalomban nagyon éltem volna, nagyon lettem volna fiatal, és nagyon mentem volna velük bulizni. Igazából tőlük nem tudnék egyet sem kiemelni, mert mindegyik nekem olyan élményt ad, vagy olyan fantasztikus. Azt érzem, hogy nem vagyunk egyedül a világban, ha őket hallgatom, vagy ha népzenét hallgatok egyáltalán. De azt hiszem, hogy az édesanyám Rózsafája volt az első olyan népdal, amikor először zenén sírtam fiatal koromban, és olyan mélyen hatott a lelkembe, hogy nem tudott azóta sem zene nekem olyat adni valahogy. Nagyon szeretek mindenféle stílusú zenét, de amit a népzene ad, az számomra nem tudja semmi felülmúlni. Érdekes, hogy például Sebestyén Mártáról sokan nem tudják, hogy ő népdallal kezdett, de aztán nagyon modern számokba is énekelt. Népdal stílusban, vagy népzenei stílusban is nagyon sikeresek voltak. Igen, a Deep Forest-tel is, ugye, amikor az is egy ilyen tök véletlen műve, ha jól tudom, lehet, hogy nem egészen pontosan így van a története, de tulajdonképpen a Deep Forest ment gyűjteni, egy világzenei együttes voltak, és felhasználták a Mártika hangját is. És ugye a szövegben is, ami van a Márta Song, eléggé furcsán van összevágva, mert nem értettek magyarul. És akkor a Mártikának az volt a kérdés, hogy együtt menjenek, és tulajdonképpen világhírű lett, amiből aztán megnyíltak a kapuk, és ott lett az Angol Betegben, ugye a főcímdal, amiért ugye a Grammy-díjas is lett. Szóval azért ez egy fantasztikus dolog, azt gondolom, és nagyon büszkék lehetünk arra, hogy ilyen hatással van a világra is a magyar népzene. Látom és tapasztalom, hogy a mentoráltakkal nem csak addig foglalkozol, amíg ott a műsor, mondjuk az X-faktor, és ott vagy benne, hanem utána még egy ilyen személyes kontaktus, egy nagyon jó érzelmi kapcsolat is kialakul köztetek. Hogy látod ezt a kérdést? Tehát nyilván megszereted őket azért ott a műsor során, és utána sokáig próbálsz rájuk figyelni. Hát igen, és vannak közöttük, akikkel a mai napig tudok beszélni, meg tartjuk a kapcsolatot, de azért voltak olyanok is, akik önjáróak lettek, vagy olyan menedzserhez kerültek, akik jobb tanácsokat adtak nekik, és akkor inkább ne a Tóth Gabitól kérjetek tanácsot, hanem tőlem. Aztán majd visszakaverednek valamerre hozzám, általában ez így szokott lenni, mert hogy ő nekik is, és én ilyenkor háttérbe vonulok, tehát meg kell nekik is járni ezt az utat, tehát hogy nyilván a saját gyerekemnél lesz majd ez igazán nehéz, amikor látom, hogy úristen, nagyon rossz útra mész gyermekem, mert hogy csináljam, ne. Tehát, hogy ne presszionáljam majd agyon, hanem hagyjam, hogy ő is megtapasztalja azt, amit mi is keresztül mentünk. De hogy nagyjából a mentoráltaknál is pont ugyanez volt a helyzet, hogy volt, akinek szüksége volt rám, és én mindig azt mondtam, hogy én itt vagyok, nem fogok nyomulni, bármikor kérdésetek van, vagy segíteni tudok, akkor rendelkezésre állok, abszolút igen. Volt, amikor paprikás krumplit főztem nekik, volt, amikor pénzt adtam nekik, volt, amikor ruhát adtam nekik. Tehát, hogy azért nagyon sok esetben, például az Opitz Barbie nekem olyan volt, mint egy ilyen fogadott lányom, akivel aztán meg is nyertük az X-faktort. És hát ő egy nagyon tehetséges művész, és remélem visszatalál arra az útra, ahol ezt majd megmutathatja, mert ez a stílus is nagyon szuper, de ő sokkal mélyebb csajszi, mint amit most látni belőle. Egy kulisszatitokra szeretnék rákérdezni. Szerintem a teremben mindenkit érdekel. Reggel kinyitod a szekrényajtót, benézel a szekrénybe, és már tudod, hogy milyen ékszert veszel föl, milyen ruhát veszel föl, milyen blúzt, hogy fogsz öltözködni. Hogy megy ez? Annyira hozzád illő, veled kapcsolódó ruházatba jelensz meg mindig, és tudod, hogy mikor, hogy mit kell fölvenni, mint hogy most is, és elnézést kérek a kedves párodtól, nem udvarolni szeretnék, de tényleg csodálatos. Köszönöm. Úgyhogy hogy csinálod ezt reggelente?
Hát nincsen egy buluárom, ahol gyönyörűen rendben vannak téve a dolgaim, hanem mindig ekkora kupacba, és akkor pánikolva, nem fogok odaérni, késni fogok, nem tudom, mit fogok felvenni, és ki vagyok akadva. Tehát nagyjából inkább így ilyen teljes diszharmónia, ahol az idegrendszerem így fel akarja adni a szolgálatot. Ez általában így volt, hogy találok valami jó ruhát, ó, ez már volt rajtam, akkor majd mit mondanak, majd megint ugyanabban van a Tóth Gabi. Tehát, hogy állandóan ezen matekozni, hogy mit hogyan vegyünk fel. Aztán persze az ember elengedi egy idő után, mert úgy vagyok vele, hogy biztos, hogy fontos majd, amit talán mondani fogok, és akkor az egy kicsit, de igyekszem, igen. Azért szeretem az extravagáns cuccokat, meg még mindig az ilyen. Én nem mertem azt a szót kimondani, hogy extrém. Nyugodtan, de nem, már mindent mondtak, az a legszebb szó, amit hallhatok ma. Úgyhogy igen, csak bátran. A magyarság szeretete, a népzene szeretete már többször ugye megemlítésre került. Sugárzik belőled ez a, tényleg ez a haza, a szülőföld, ennek a szeretete. Ezt honnan hozod magad a maga? A népzene hozta, a néptánc, a nagyszülők? Ez a csomag így, ahogy van. Tehát már önmagában a nagyszülők a nagyon, nagyon csodálatos értékrendet kaphattam tőlük, tehát amit ők, ahogy ők a természettel lélegeztek, tehát ahogy a mama mondjuk a földet művelte, az az alázat, az a szeretet, hogyha egy megtermett a paradicsom vagy a cukkini, és az az öröm, hogy még könyv tudott a szemébe ettől. Tehát hogy én ezt, nekem ez egy olyan csodálatos élmény, hogy aztán olyan dolgokon problémázunk, amikor tényleg így tudták értékelni emberek azt, amit ő maga két kezivel megteremtett, és ott van, és művelte, és mennyi munkája volt benne. Szóval ez nem lehet elfelejteni, mert ez annyira szép dolog, hogy akkor nyer értelmet, amikor egy ilyen felgyorsult világban mindent próbálunk röptében elkapni, és folyamatosan azon agonizálunk, hogy tényleg mit vegyünk fel, ki mit fog szólni, holnap mi lesz az ebéd a suliba, tehát hogy miért nem ezt kaptam ma vacsorára, tehát hogy eltörpül mellette, amikor eszembe van, vagy hozzám ér a mamának az érdes tenyere, amiben ott van az élet és a munka, minden értelmet nyert. Tehát ez egy olyan szép dolog, hogy nem tudok mást hozni, mint ezt, ami persze onnantól kezdve, hogy gyermekem született, vált igazán fontossá. Addig magamban érleltem és tartogattam, de onnantól kezdve, hogy gyermekem lett, teljes mértékben egyértelmű volt, hogy ezt szeretném neki valahogy továbbadni. Soha nem fogom tudni ugyanúgy már, de nagyon törekszem rá, hogy ezeket az alapokat kapja a kislányom is, igen. Egyébként bennem, ami megmaradt, az a kertből eszedett finom piros paradicsom, a füstölt szalonna, meg a fehér kenyér. Nincs annak párja, szerintem. Annak nincs párja. Ellenben sok nyoma, főleg 30-tól fölfelé. Úgyhogy. A kócó egy bohém rapszória. Fellépsz. Hogy van ez? Vagy első ez ilyen színházi élmény. Igen, Miklós Tibor, Isten nyugasztalja, a Rock Színháznak is volt az igazgatója, egy csodálatos ember volt, és Freddie Mercury-nak az életét, és a Freddie Mercury dalokat gyönyörű tükörfordításban magyarra megalkotta, és csináltunk belőle egy szuperzenés musicalt, rockoperát. Nagyon nagy sikerrel a Margit-szigeti szabadtéri színpadra költöztünk egy jó pár hónapra. Életem egyik legcsodálatosabb élménye volt a felkészülési folyamat is, illetve utána az előadások, amikor már egyre bátrabb lettem, és az, hogy Freddie Mercury-nak a személyi bizalmas, a stylistja, a Phoebe ott volt a premiéren, és eljött minket megnézni, és végig sírta az egészet, szóval nagyon-nagyon nagy élmény volt. Azt még élek nem felejtem el, az biztos, és tökre jó lenne, ha újra lenne, szerintem. Azt nagyon nagy sikere lenne. Abszolút. Egy életút kezdetén vagy, mégis nagyon sok elismerést és kitüntetést kaptál. Többek között miniszteri elismerő oklevelet 2005-ben. Hogy élted meg akkor, mint pályakezdő? Átérezted ezt, hogy ez mekkora nagy dolog? Nem nagyon fogtuk fel szerintem. Akkor a Karamell is ott volt, ő is átvette a díjat, meg azt hiszem talán még Olai Bolya is. És annyira
hihetetlen volt, hogy mi ebből tényleg ahonnan jöttem, abból a kis szerény kis lakásból, meg mondom a tyúkok közül, max a tyúkoknak énekeltem, egyébként nekik imádtam, mert ahogy hangosabban énekeltem, mert az összes csöndben maradt, és én ezen halálosan jól szórakoztattam magam, hogy fél napokat, igen, jó közönség volt. De hogy ezt aztán látni, hogy itt ülök, és azt hiszem, hogy az Urániában volt a díjátadó, nem emlékszem, régen volt 2005, de hogy már maga az, hogy minket erre a díjra jelöltek, és meg is kaptuk, ez egy életre szóló élmény, és hát utána még ugye, amik jöttek, és fel se fogom, hogy ilyen szerencsés vagyok egyrészt azért, mert a közönség szavazta meg, nagyon sok közönség díjam van, amiért örök kihálás leszek, de a szakmai díjak is nagyon jól estek, igen. Glamour, az Glamour, énekesnője. Igen, Glamour. A Sztori 5 csillag, az például közönségdíj volt, az is egy fantasztikus élmény volt. Petőfi zenei díj, szerintem is nagyon nagy dolog. Igen. Illetve, ha összegezned kellene, vagy kiemelnéd, említetted, hogy a közönség által megszavazott, megválasztott díj, melyikre emlékszel a legkedvesebben, legkellemesebben? Van olyan? Érdekes, az is Tapolcához és kistérségeihez kapcsolódik, amikor diszpolgárok lettünk, és hogy a város annyira szeretett minket, meg maga Veszprém megyében olyan összefogás volt, értünk, hogy sikeresek legyünk, és olyan csodálatosak voltak az emberek, ahogy szurkoltak nekünk, hogy valamiért az volt, ami a legjobban megmaradt bennem, de természetesen minden közönségdíj. Amikor például a Sztori 5 csillag díjat kaptam, akkor elmondták, hogy 350 ezer ember szavazott rám. És amikor így kimondják ezt a számot, így nem fogja föl az agyam, hogy ez tényleg ennyi ember gondolja azt, hogy én vagyok a legjobb énekesnő, és na mindegy, nem kell mindenbe belegondolni, azt szoktam mondani anyám, úgyhogy ez ezekre is vonatkozik. Ha visszagondolunk erre a 20 évre, hogy mennyit változott maga a szakma, a szakterület, a megjelenés. Ugye még amikor indult az egész, akkor még nyomtatott sajtó, egyéb dolog, mostanában már Facebook, vagy már az sem, már van mindenféle variáció. Nehéz vele lépést tartani, úgy gondolom. Tehát ilyen napra késznek kell lenni minden ilyen tudományba. Ezt gondolom, hogy te is tapasztalod, hogy megjelenés itt, megjelenés ott. Hát könnyebb volt abban a régebbi, még nem internetes világban. Nagyon vicces volt, mert hogy tartsuk a kapcsolatot a rajongókkal. Volt egy telefonszolgáltató, aki felajánlotta, hogy minden csütörtökön 2 órát minden megasztáros telefonon egy nyílt vonalon beszélgethet a rajongókkal, és ez így égtek a vonalak, tehát ez volt az egyik. Illetve ami nagyon jó volt, közönség találkozók voltak. Én is egy csomó ilyen Tóth Gabóc a rajongói klub, ez volt a neve, és akkor jöttek az emberek, és együtt mindenki hozott nekem csirkepörköltet, mert mindenki tudta, hogy az a kedvencem, mert valahova ki volt írva, és az emberek dobozba hozták nekem, még a Művészetek palotájás koncertemen is a lemezben mutattam, mondtam, ez hihetetlen, nagyon cukik voltak. Tehát, hogy egy sokkal közvetlenebb volt a kapcsolódás a rajongókkal. A Facebook óta viszont nagyon nehéz, mert egyrészt ugye egy szárnya kapnak mindenféle hülyeségek, meg kommentek, és azért ez beárnyékolja a valóságot, és hát ezért is akarunk most törekedni majd Mátéval, a párommal is, aki egy fantasztikus művész és táncos, hogy közösségeket hozzunk létre, hogy találkozzunk, hogy ott legyünk, és olyan táncos zenés eseményeken tudjunk jókat mulatni, amivel megmutathatjuk, hogy milyen jó élni, és milyen csodálatos a kultúránk, meg a hagyományaink. Azt szoktam mindig mondani, hogy magyarok vagyunk, a személyes kontaktust azt nagyon szeretjük, le tudjuk mérni a másik mozgásán, mosolyán, hogy mi az, amit sugároz. Egy olyan kérdés maradt utoljára, ami általánosan tűnik, de annál fontosabb. Mi a következő terved? Album, éneklés, program, művészet? Mibe gondolkodsz? Mit szeretnél? Már az előbb itt említettem, de például most, ha minden jól sikerül, és persze, hogy jól fog, mert általában olyanok vagyunk, hogy amit eltervezünk, azt megvalósítjuk, mert szorgalommal és kellő belefektetett energiával és hittel szerintem mindent elérhetünk az életben. Én nem tudom, hogy van-e olyan dolog, amit nem sikerült elérnem. Talán az, hogy nem jutottam ki az Eurovíziós Dalfesztiválra, az nagy vágyam volt, de majdnem sikerült az is. Tehát a döntőig jutottam, és az is egy nagyon nagy dolog. De hogy szeretnénk tábort létrehozni majd, ahol
zenés-táncos tábort például, ahol a pomázi vártáborba egyébként, ahol várjuk majd az ifjúkat, 8-18 év közötti fiatalokat, akik együtt akarnak velünk táncolni, énekelni, tanulni, jó kis népzenékre vagy modern zenékre bulizni, és ezt a két világot megmutatni, hogy nagyon-nagyon szépen megférnek egymás mellett, és nagyon izgalmasan lehet hidakat létrehozni a fiatalok között, hogy fennmaradjanak ezek a csodálatos zenéink, hagyományaink. Úgyhogy ez az egyik legfőbb. És az, hogy azután, a pár év után, amin keresztül mentem, mert nem szeretnék ilyen áldozati szerepbe lenni, mert nem vagyok az. Nekem is vannak hibáim, és nekem is sok mindenen kell majd még fejlődnöm, változtatnom, de azt tudom, hogy megtanultam, hogy személyesen kapcsolódjunk, és a valóságban higgyük el azt, amit tapasztalunk, és ne ezeknek a mindenféle kamu oldalaknak, meg cikkeknek, mert annyira rövid az élet, és annyira sok szép dolgot kaphatunk egymástól emberek, hogy ne engedjük, hogy ezt szétszakítsák, mert hiszem azt, hogy ebben van egy tudatos szétválasztás is, de ha mi érezzük azt, hogy szükségünk van az értékeinknek arra, hogy találkozzunk és kapjunk egymástól akár egy jó szót, vagy egy mosolyt, vagy egy szép dalt, akkor engem is megtalálnak, és várunk majd mindenkit szeretettel. Hölgyeim és uraim, remélem ezt a gyönyörű mosolyt és ezt a pozitív kisugárzást mindenki eltette magának otthonra. Vigyük haza, és jó sokáig tartson ki. Nagyon szépen köszönjük Tóth Gabinak, hogy eljött ma ide hozzánk, és köszönjük szépen ezt a sok pozitív gondolatot. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és kívánom, hogy minden a vágyaik és a céljaik is mindent érjenek el, a szerint, amit szeretnének elérni az életükbe, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Jó egészséget! Köszönjük szépen!